Nagyon sok szakterület kiváló képviselői van itt jelen, akiket meg lehet hallgatni, és olyan koncentrációban van itt a tudás, amit egyébként otthon nehéz összegyűjteni, illetve én nagyon szeretek eljárni ezekre a kiállításokra, nézelődni, mindig veszek magamnak valamit, ami megtetszik. Én dr. Zsoldos Márton vagyok, fogszabályozással foglalkozok a Szeged Egyetemen, illetve magárendelésen, és előadó vagyok néhány cégnek. Most is előadást tartottam a digitális ortó szekcióban az aligner-ekről, illetve az aligner-re váltásról, hogy hogy érdemes ezt elkezdeni, mire érdemes figyelni, mik a feltételei, és néhány pár ilyen hasznos trükköt szerettem volna átadni a kollégáknak, pár apróságot, amivel könnyebb, jobb, egyszerűbb ezt akár a váltást is meglépni, magát a kezelést is végezni. Az aligner-ek az a fogszabályozásnak olyan új területe, ami tényleg egy forradalmi változás. Nagyon sok olyan problémát megold, ami a régi készülékekkel volt, és nagyon sok olyan lehetőséget nyújt a számunkra, ami a pácienseknek is fontos, illetve a páciensek is értékelik. Van egy piaci nyomás a szakmán szerintem ezen a területen. Ez egy olyasmi része a kezeléseknek, olyan területe a szakmának, amiben érdemes most foglalkozni, illetve a jövőben is érdemes ezt követni. Szerettem volna átadni, hogy mi a különbség a régi és az új módszerek között, hogy akik esetleg még nem foglalkoztak ezzel olyan sokat, azok átlássák, hogy kell egy kicsit máshogy gondolkodni, mik azok a módszerek, amikkel sikeresek tudnak lenni ezen az új területen is, illetve szerettem volna egy ilyen workflow-t bemutatni, hogy átlássák, hogy egy ilyen kezelés hogy zajlik, mi a menete ennek, beszéltem néhány tippről, trükkről, apróságokról, eszközigényről, mit érdemes megvenni, mit nem, mi az, ami fontos, hogy beruházzunk, mi ez, ahol kevésbé jelentős, hogy nagy összeget elköltsünk. Én nem először adok itt elő, örömmel jöttem vissza, nagyon megtisztelő volt a felkérés, szeretek itt előadni, szerintem itt nagyon jó a társaság, nagyon jó a környezet, igényes az egész rendezvény, helyszínében, előadókban, nagyon sok olyan kiváló előadótársam van, akire én is felnézek, örömmel meghallgatom az előadásukat. Sokat lehet tanulni, barátokkal tudok találkozni, illetve nagyon sok olyan dolgot meg tudok nézni a kiállítók között is, amikre egyébként nincs feltétlenül időm megnézni, olyan koncentrációban vannak itt jelen, amiért érdemes eljönni. Nagyon sok olyan előadóval találkoztam, nagyon sok olyan előadót láttam, akik tényleg szakmájuk csúcsán vannak, kiváló szakemberek, akár magyarok, akár külföldiek, nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Értékes információt, hasznos tudást adnak át, és a fogászatnak tényleg abba az élvonalba tartoznak, amik nem csak inspirálók, de tényleg tanítanak is hasznos dolgokat. Szerintem nagyon sok olyan kurzus van manapság, ami online van, de az nem az igazi. Én magam is azt tapasztalom, hogy közben elmegyek kávézni, vagy nem figyelek, előveszem a telefonomat. Itt nagyon jól barátokkal együtt tudunk találkozni, együtt bemenni egy képzésre, megbeszélni azt, nagyon interaktív, sokkal jobb a hangulat, más a varázsa, mint egy online képzésnek, illetve nagyon sok szakterület kiváló képviselői van itt jelen, akiket meg lehet hallgatni, és olyan koncentrációban van itt a tudás, amit egyébként otthon nehéz összegyűjteni, illetve én nagyon szeretek eljárni ezekre a kiállításokra, nézelődni, mindig veszek magamnak valamit, ami megtetszik, az ember kiéli a gyerekkori ényét, mint amikor játékboltba elmegy és tud nézelődni, csemegézni, én szeretem ezeket a rendezvényeket látogatóként is. Én úgy gondolom, hogy találkozhat kiváló előadókkal, izgalmas szakmai programokkal, és nagyon sok olyan érdekes kiállítási tárgyal, olyan új technológiákkal, újdonságokkal, vagy akár jó akciókkal, amikkel otthon nem feltétlenül találkozik, nem jött ki erre. Szeretettel meghívom minden kedves kollégát a következő évi Upgrade kongresszusra. Én idén is nagyon jól éreztem magamat, tavaly is nagyon jól éreztem magamat, és bízom benne, hogy a jövőben is találkozunk ezen a rendezvényen.